Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Országos koordinátori feladatot kapott Nagy Mihály, a Contitech Makói telephelyének igazgatója. A makói Majoros Róbert Szlovéniában és Ukrajnában is szép sikereket ért el. Fókuszban az egészség. Nagy Mihály, a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. Makói telephelyének ügyvezető igazgatója ez év január 1-től pályafutása során már második alkalommal országos koordinátori feladatok végzésére kapott felkérést az anyacégtől. Az új szerepkör nagyobb felelősséggel is jár, hiszen a vállalat fókuszországként tekint hazánkra. A cégnek jelenleg 10 telephelye működik Magyarországon, ezekben összesen 8000 munkavállalót foglalkoztat. Ezen telepek összehangolt munkája kiemelten fontos, hiszen így növelhető a hatékonyság, gördülékenyebben valósulhatnak meg a fejlesztések. 2010 környékén kezdte el vizsgálni a vezetőség az együttműködés alternatíváit. Ekkor indult el ennek az ország koordinátori pozíciónak a múltja. És hát 2010-től 2013-ig végeztem én ezt a tevékenységet annak idején. Maga ez a szerepkör, ez egyébként folyamatosan bővült, és egyre több olyan tevékenységünk van, amit közösen végzünk, összehangoltan végzünk a magyarországi telephelyeink között. Az igazgató 2013-tól országos szinten szegmensvezetőként dolgozott a vállalatnál, amely nemzetközi feladatok végzésével járt, ám 2019. január 1-től újra országos koordinátori szerepkört tölt be a német cégvezetés döntése alapján. Nagy Mihály hangsúlyozta, az ezzel járó kötelezettségeknek a makói telephely vezetésével párhuzamosan tesz eleget. Mint mondta, a közös tevékenységek köre egyre bővül, ilyen például a humánpolitikai osztály működése, a telephelyekre vonatkozó bérszámfejtéseket is együttesen készítik, és kollektív beszerzési központot hoztak létre. Ezek mellett a kormányzati kapcsolatokat is közösen kezelik, ez azért is fontos, mivel a Contitech a magyar állam stratégiai partnere. Nagy Mihály televíziónknak elmondta, a vállalat folyamatosan fejlett és különböző beruházásokat valósít meg. Jelenleg is vannak futó projektjeink, például a tavaly évben két új telephelyet alapítottunk itt Magyarországon. Ugye Budapesten egy mesterséges intelligencia kutatóközpontot hoztunk létre a tavaly év folyamán, Debrecenben pedig egy új autóipari elektronikai gyárat hoztunk létre, és hát ezeknek az elindulását nyilván a központi szervezetek támogatják. Kiemelte, ezen kutatások elsődleges célterülete a vállalat profiljából adódóan az autóipar, de a vezetés és az alkalmazottak igen rugalmasak, ha olyan dolgokat sikerül kifejleszteniük ezen a téren, amely más iparágak számára is hasznosítható, akkor természetesen ezt is megteszik. A vasdióbelet és a megengedetnél magasabb morfin tartalmú étkezési mákot is találtak a NÉBIH szakemberei a téli szezonális ellenőrzéskor, amely során több mint 17.500 élelmiszert vizsgáltak meg. Összesen 117 esetben adtak ki figyelmeztetést, 14 esetben a tevékenység korlátozására is sor került, valamint 125 darab bírságot szabtak ki, összesen 8.065.155 forint összegben. Ez azonban kevesebb a tavainál, adta hírül a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal. A december 1-től 31-ig tartó összehangolt ellenőrzés a boroktól és pezsgőktől kezdve, a szaloncukrokon, édességeken át, a hús és hal termékekig terjedt, beleértve a füstölt húsokat és a virsliket is, írja a kormány.hu. A hatósági ellenőrök 471 élelmiszer előállító helyen, 2079 élelmiszer forgalmazónál, valamint 762 vendéglátó helyen fordultak meg az országban. Az ellenőrök több mint 17.500 élelmiszertételt vizsgáltak. A tavalyhoz hasonló hibák fordultak elő, azonban nagyobb arányban. Bírságot ennek ellenére kevesebb esetben kellett kiszabni, így annak összege elmaradt az előző évitől. Leggyakrabban higiéniai hiányosságokat, a termékek minőségével és összetételével kapcsolatos szabálytalanságokat, nyomonkövetési problémákat, illetve a dolgozók képzettségével, egészségügyi alkalmasságával összefüggő hiányosságokat észleltek a szakemberek. Emelkedett viszont a forgalomból kivont élelmiszertételek aránya a tavalyihoz képest méghozzá 2,4%-kal. Ezen belül kifejezetten magas volt a piacokon, karácsonyi vásárokon eladásra kínált, lejárt szaloncukrok és más édességek aránya.
A vizsgálat alá vont virslik, illetve borok és pezsgők esetében viszont nem volt szükség ilyen jellegű hatósági intézkedésre. A Nébi borászati szakemberei fokozottan vizsgálták a karácsonyi vásárok forralt bor, pálinka és szeszes ital termékeit. Pozitív tapasztalat, hogy a 336 gyors teszt alkalmával minden termék alkoholtartalma megfelelte a jelölésen feltüntetettnek. Általánosságban is elmondható, hogy az alkoholos italokat forgalmazó kitelepülők betartják a jogszabályokat és törekednek a jó minőségű termékek forgalmazására. Ezen kívül ezen időszak alatt a Nébih laboratóriumaiba mintegy 80 minta érkezett különféle élelmiszerekből. Érzékszervi vizsgálat alapján két dióbél termék bizonyult emberi fogyasztásra alkalmatlannak, az alkaloidok kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálat pedig két étkezési mágterméknél állapított meg a megengedett határértéknél magasabb morfintartalmat. Ezen esetekben hatósági eljárás indult. Most pedig rendőrségi híreink következnek. Az elmúlt két napban összesen 10 próbáltak meg bejutni Magyarország területére illegálisan. Tegnap délelőtt egy szerb honosságú kamion pótkocsijában, a szállítmányban megbújva 3 hatásértőt találtak, a Röszke autópálya határátkelő helybelépő tehergépjármű termináljában. Ellenőrzésük során a férfiak afgán állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyi azonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A délutáni órákban pedig 4 hatásértőt füleltek le, ezúttal egy macedon honosságú kamionban. Ők afgán állampolgárnak vallották magukat, azonban ők sem tudták magukat igazolni. Ma a hajnali órákban szintén egy szerb honosságú kamionban találtak rá a rendőrök 3 férfira a Röszke autópálya határátkelőhely belépő tehergépjármű termináljában. Ellenőrzésük során az egyik férfi pakisztáninak, míg a másik 2 afgán állampolgárnak vallotta magát, azonban személyazonosságuk, magyarországi tartózkodásuk jogszerűségének igazolása itt is elmaradt. A rendőrök minden esetben visszakísérték az illegális bevándorlókat az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Egy szerb drogfutár Röszkénél próbálta meg az országba csempészni a jármű rakterének átalakított padlójában elrejtett kábítószert. A férfi kis teherautójával 2019. január 8-án 18 óra 20 perckor jelentkezett belépésre Röszke autópálya határátkelő helyen, ahol útlevelének ellenőrzését követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tételes vámvizsgálatot rendeltek el vele szemben. A NAV pénzügyőreinek a jármű ellenőrzésekor feltűnt, hogy a raktér padlózata a gyári kialakításnál magasabb, a padló alatt pedig több növényi törmeléket tartalmazó csomagot találtak. A szakemberek által elvégzett szemle alkalmával a rejtek helyről 68 csomagban összesen 75,636 g kábítószer gyanús anyag került elő, amely a helyszínen elvégzett gyors teszt szerint marihuána. A rendőrök lefoglalták a kábítószert, amely súlya alapján meghaladhatja a különösen jelentős mennyiség alsó határát. Fekete piaci értéke körülbelül 151 millió forint. A nyomozók a 37 éves szerb férfit előállították, majd gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Szakértők bevonásával folytatják a nyomozást. A Csongrád megyei rendőrök kerítés büntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást egy szegedi nő és 3 társa ellen, akik egy 14 éves hódmezővásárhelyi lányt prostitúcióra vettek rá. A rendelkezésre álló adatok szerint 2018. április 28-án a fiatal lányt a nő egyik társa randevú ürügyén egy szegedi lakásba invitálta. Ott kábítószert adtak neki, és annak hatása alatt a sértettet prostitúcióra bírták rá. A tevékenységből származó bevételt elvették tőle. A nyomozás megállapította, hogy a 22 éves gyanúsított és fiatalkorú társai egy másik szegedi lakásban is dolgoztattak. Az ott lévő másik nő szolgáltatásait hónapokig kínálták az interneten, majd az ebből származó pénz nagy részét szintén elvették. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói 2019. január 9-én a 22 éves R. Editet Budapesten, míg fiatalkorú társait Sándorfalván és Hódmezővásárhelyen elfogták, előállították és őrizetbe vették. Ellenük 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés büntette, és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrök előterjesztést tettek az illetékes ügyészségen letartóztatásuk indítványozására.
Eredményekben gazdag évet zártak Majoros Róbert és az MR Power Sport Egyesület tagjai. A makói erőemelőnek sikerült Szlovéniában és Ukrajnában is dobogóra állni a két kategóriában. Négy hetes komoly felkészülés előzte meg a november végén Ukrajnában megrendezett GPA világbajnokságot, amelyre Majoros Róbert az MR Power Sport Egyesület színeiben indult két kategóriában. A teljes erőemelésben második lett, míg felhúzásban harmadik helyen végzett. Azonban ezt az évet összesen 850 kg körüli eredménnyel szerette volna zárni, és így egy következő megmérettetésen bizonyíthatott a makói erőemelő. Két héttel később volt egy VIP bajnokság Szlovéniában. Ott mindig is ebbe a szezonban játszottam azzal a gondolattal, hogy befagyok 100 alá, így lecsökkentettem a testőmet, mert ez nem fogyás volt, csak átmeneti. 108-ról 98,6-ra erre az időszakra, és így a mínusz 100-as súlycsoportban 305-öt guggoltam, 215-öt nyomtam, és 315-öt húztam fel, ami 835-ös összetettet jelentett, amivel a súly csoportomba első lettem, illetve a korcsoportban az abszolút kategóriában pedig harmadik helyre zártam. A makói sportoló nem csak a saját eredményének örült, hanem az MR Power Sport Egyesület tagjai szép sikereket értek el, amelyről büszkén nyilatkozott stábunknak. Több embert bírtunk rá a sportolásra, köszönhetünk az egyesetben új versenyzőket is, akik szintén első három helyezettek lettek a legelső versenyeiken is. Ifjúsági korcsoportba, junior korcsoportba is jöttek új versenyzők, illetve hogy az egyik versenyzők, egyesítő tagunk a GPC Európa-bajnokságán lett ugye első a mínusz 82-es súlycsoportban szeptemberben. A versenysorozat idén is tovább folytatódik, két nagyobb megmérettetés tavasszal és ősszel is várja az erőemelőket. Mint kiderült, már gőzerővel készülnek, hogy a legjobb formájukat tudják hozni. A Műzli Klub keretében tartott előadást Zuber József természetgyógyász a József Attila Városi Könyvtárban. A programon résztvevők hasznos információkkal gazdagodhattak a helyes táplálkozással kapcsolatban. A sokak által mézesbábosként is ismert Zuber József még az 1970-es években ismerkedett meg a távol-keleti gyógyítási módszerekkel, ezután pedig egyre jobban beleásta magát ebbe a világba. A 80-as évek közepén pedig hazánkban ő volt az első, aki természetgyógyász diplomát kapott. Elmondása szerint azóta is szívesen foglalkozik ezzel. Azért szeretem, mert nagyon jó az embereken segíteni. Sokszor mondtam már ez alatt az idő alatt, egy-egy eset kapcsán, ahol tudtam segíteni, hogy na, ezért az egyért megérte a 10 éves gyakorlat és tanulás. A természetgyógyász stábunknak adott interjújában többek között kiemelte, hogy ne együnk össze-vissza, mivel például a gabona és a burgonya keményítő nem emésztődik egyformán. A napi, minimum háromszori étkezést tartsuk be, ügyeljünk arra, hogy jusson idő a falatok rendes megrágására. Nem szabad kapkodva enni, hiszen a tápanyagok nem tudnak megfelelően hasznosulni. Javasolja továbbá az otthon présett zöldség és gyümölcslé, valamint minél több víz fogyasztását is. Egy japán tudós jött rá arra egy pár évtizede, hogy más a molekuláris szerkezete, például a folyadékoknak, ha úgy isszuk meg, hogy szeretettel gondolunk rá, és megfogjuk és arra gondolunk, hogy ez az én gyógyszerem, és nekem adja az energiát, és olyan módon iszom meg, hogy kortyolgatva, szinte élvezve az ízét, ugye a víznek is valamilyen ízű, szoktuk mondani, hogy vízízű, de hogyha ezt komolyan vesszük, akkor ugye a vizeknek különböző íze van. Az egészséges életmód szemléletet népszerűsítő Műzli Klub következő előadására január 30-án 16:30-kor kerül sor a József Attila Városi Könyvtárban. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Országos koordinátori feladatot kapott Nagy Mihály, a Contitech makói telephelyének igazgatója. A makói Majoros Róbert Szlovéniában és Ukrajnában is szép sikereket ért el.
Fókuszban az egészség. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perces kezdettel a Forgatós Tánc Együttes hagyományos karácsonyi gála műsorát tűztük műsorra, 19 óra 20 perctől pedig Társalgó című színes kulturális magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!